Bár a legfrissebb térképen látszik, hogy az egész ország területén várható esőzés, a jelentősebb csapadékmennyiség csak a legutóbbi néhány napot jellemezte. A nyár második felében aszályton volt, amely az ősszel sem szűnt meg. Gyakorlatilag 3,5 hónap alatt nem hult nagyobb vagy tartósabb eső, a szárazság pedig egyre fokozódott. A hosszantartó aszály a mezőgazdaságban az őszivetéseknél is éreztette hatását, hiszen a talajok tovább száradtak, és 100-150 mm közötti csapadékhiány alakult ki a talaj felső rétegében. Sajnos ez az aszály a kalászosok, a búza és a titikálé rozsvetés időszakában is tovább folytatódott itt a délnyírségben főleg, ami a határt jár, azt mutatja, hogy sajnos a búzából is vannak olyan kelések, bár most megérkezett ez a csapadék, és ha még nem indult csirába a mag, akkor amit egy hónappal akár ezelőtt is elvetettek, annak van esélye, hogy most ki kelljen. Nagyon reméljük, hogy nem hideg következik, hanem egy hótakaró, és a hó alatt még ezek a növények kikelnének, akár tavaszra úgy magához is térhetne. A megyében több gazda is kivárt az őszivetéseknél, emiatt sokáig úgy tűnt, jelentősen csökkenhet a növények vetés területe. 4-5 ezer hektár hiányzott a tervezethez, nagy részt ezt mégiscsak elvetették, a megyének volt olyan járásai, ahol megérkezett ez a csapadék, inkább a délnyírségben jellemző az, hogy csak nem érkezett csapadék, de itt a délnyírségben meg nem igen nagy területen vetnek búzát, úgyhogy rozsa és titikálé került a földbe. Azt mondhatjuk el most így utólag, hogy a 100%-hoz közelít a tervezett vetés. A talajelőkészítések azok viszont alig haladták meg az 50%-ot. Az aszály idén súlyos problémákat okozott a megyében, 6600 gazda adta le bejelentését aszálykára. Ez 50 ezer hektár földterületet érint, ami arányaiban azért is mondható jelentősnek, mert csak a napraforgó vetésterülete 45 ezer hektár a megyében. De az országos adatokat tekintve is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtotta leginkább aszály, a károkat szenvedett földterületek több mint fele a megyében található.